Cerastium tomentosum, a molyhos madárhúr, az egyik legismertebb, legkedveltebb, talajtakaró, virágzó, évelő növényünk. Itt igazából azt látjuk, hogy egy utcafrontra van kiültetve, és hát szépen már, ahogy a tankönyvekben meg van írva, nagyon szép telepeket kezdett el alkotni. Hát ahhoz, hogy körülbelül egy fél négyzetmétert vagy egy négyzetmétert befusson a Cerastium tomentosum, a molyhos madárhúr a kertünkbe, hát ahhoz valahol egy ilyen 3-5 tövet érdemes ültetni. Igazából a jó hír az, hogy általában már egy vegetációs időszak alatt ezt a területet teljesen be tudja fedni, le tudja takarni, és hát fantasztikus hatása, hogy ugye ott, ahol befutott a területet, ott biztosan nem fog gyomnőni, illetve a nap nem szárítja ki annyira a talajt. Tehát ennél a növénynél is láthatjuk, hogy a legjobb, hogyha a talajt azt nem kővel, háncsal, vagy fenyőmulcsal, vagy ilyesmikkel takarjuk, hanem magukkal a növényekkel. De hát nézzük meg, hogy ez a molyhos madárhúr, ez hogy néz ki akkor, amikor más növények társaságában van. Itt látjuk azt, hogy kokárdavirág, és nagyon sok, majd még később virágzó, évelő, sláslilium, illetve a háttérben egy gyönyörű szép vöröslevelű borbolya is díszlik, és azt látjuk, hogy itt mennyire szépen benőtt, itt ez egy picit egy ilyen félig egy ilyen dombon van, egy ilyen kis sziklakerti környezetben, és látjuk azt, hogy mennyire gyönyörűen adja magát ez a növény, gyakorlatilag belenő azokba a foltokba, ahol más növény nem érzi jól magát, de ugyanakkor nem agresszívan terjed, tehát más növény nem szorít ki, egész egyszerűen a rendelkezésére álló teret az teljesen ki tudja tölteni, tehát az, aki egy ilyen kedves és dinamikusan növő, talajtakaró növényt keres, annak bátran tudom szeretettel ajánlani ezt a gyönyörű szép molyhos madárhúrt.